Sziasztok! December 21-e hétfő, 4.11. Ismét jelentkezek a YouTube csatornáma. Üdvözöllek benneteket! A mai videósan maradhat tényleg, most egy kicsit más témában szeretnék hozzátok szólni, egy kicsit más témát érinteni. Most egy pár napig szünetre eltetjük a Balaton-Bográdi Történetek sorozatot. Áttérjünk más témákra, és persze visszatérünk a már megkezdett sorozatokhoz. Én amiről ma szeretnék beszélni az az, hogy mifelé halad a világ, hogy jó-e egyáltalán az embereknek, ami most történik. Ugye itt van ez a koronavírus járvány is, ezt már nagyon mindenki kivesézte, kibeszélte, de egy picit erről is szeretnék beszélni. Hát egy változás küszöbén állunk. Tehát el kell gondolkodjanak az emberek, hogy amit eddig csináltak, ami mérgezte az életüket, az tovább fenntartható-e. Tehát a mai világban 30% az embereknek tevőleges, kreatív, és végzi a dolgát, úgymond értéket teremt, munkahelyeket hoz létre, és 70%-a ezeknek a javakat élvezi. Na most az irányba kéne elmozdulni, hogy az a 70% is tevőlegesen bekapcsolódjon ebbe a munkába. Tehát ebben a rohanó világunkban most rámutatott nagyon jól, hogy a családi kapcsolatok mennyire működnek egy családon belül. Tehát mikor össze voltak zárva a karantén alatt az emberek, tehát nagyon sok vállás következett be. Tehát valójában elbeszéltek egymás mellett, fér, feleség, gyermekek. Amikor együtt voltak a nap 24 órában, akkor derültek ki a turpisságok. Hát én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy gondolkodjunk el ezen a dolgon, és próbáljuk jobban szeretni, kicsit jobban megérteni egymást. Picit szeretettel fordulni egymás felé. Hát köszönöm szépen, megnézzétek ezt a kis videót, és nyugodalmas éjszakát kívánok mindenkinek. Az Isten áldjon benneteket, sziasztok!